Szevasztok! A Moto.hu és a Motosunday csapata azt kérdezte tőlem, hogy én mit változtatnék meg a jelenlegi Crash szabályain. Mielőtt kitérnénk rá, hadd köszönjem meg a lehetőséget, mert nagyon jó látni, hogy végre fejlődik ez a motovlogger közösség is itt Magyarországon. Egyébként szeretitek a timelapse-eket? Akkor itt van egy. Ha már így a Crashről beszélünk, fel is került az utcai kerékszet, így legalább sokkal mélyebbre tudunk túrni a város sötét bugyraiban, hogy levadásszuk ezt a néhány anomáliát. Hölgyeim és uraim, bemutatom önöknek a barom biciklist, aki nulla kézzel a legnagyobb forgalomban teker, és jobb esetben csak zenét hallgat. Fogd meg a kormányt! Szóval arra szeretnék ezzel kiukadni, hogy én forszíroznám a Crash oktatást általánosban és gimnáziumban is, ilyen dráma, meg jazzbalett, meg ilyesmik helyett. Nem kell sokat, csak egy fél évet esetleg, és akkor mindenki megtanulná, hogy hogyan kell közlekedni. Egyébként én ezt a jobbkéz szabályt úgy, ahogy van, eltörölném a francba. Ő is rám nézett, de eszébe nem volt kiengedni. Érdekes, hogy külföldön teljesen jól megvannak nélküle, szerintem nekünk is menne. Jobbkéz szabály, nem zavar? Kicsit kényes téma következik, ugyanis én lerendszámoztatnám a segédmotorokat csupán azonosítás céljából, meg mellesleg egy műszaki vizsga is rájuk férne, mert némelyik nagyon szar állapotban van, és ha jól tudom, egész sok balesetet okoznak. De nekik csak B-siuk-siuk van, és hát nekik is le kéne oktatni normálisan a motoros közt. Részemről ezek voltak a főbb dolgok, menjetek ti is motorozni ebben a szép időben. Szevasztok!